A jégkorong alapjai. A jégkorong kemény sport, ezért a játékosoknak speciális öltözékre van szükségük, hogy biztonságban legyenek a pályán. A kapusok öltözéke eltér a mezőny játékosokétól, hiszen a kapunál ők állják a korong útját. A csapatok 20 mezőny játékosból és 2 kapusból állnak. A pályán egyszerre 3 támadó és 2 védőjátékos, valamint a kapus tartózkodik. A játék gyors, az 5 játékosból álló sorok általában 30-40 másodpercenként váltják egymást a jégen. Érvényes gólt csak ütővel lehet szerezni, illetve úgy, ha a korong bármely testrészről nem szándékosan a kapuba pattan. A jégkorong mérkőzés 3 egyenként 20 perces harmadból áll, a harmadok között 15 perces szünetekkel. A játék megszakításakor az órát megállítják, ezután a korongot bedobással, más néven bulival hozzák játékba. A mérkőzéseken általában egy vezetőbíró és 2 vonalbíró dolgozik, kiemelt mérkőzéseken azonban sokszor egyel több vezetőbíró bíráskodik. A bírók sípjukkal jelzik, ha szabálytalanság történik. Lest akkor fúj a bíró, amikor a támadó csapat játékosa az ellenfél harmadába érkezik a korong előtt. Tilos felszabadítás akkor történik, amikor az egyik játékos a saját térfeléről az ellenfél térfelének alaponalán túlra üti a korongot. Ha egy játékos szabálytalanságot követel, akkor kiállítják. A büntetőpadról pedig akkor jöhet vissza, ha az ellenfél gólt lőtt, vagy ha a büntetése letelt. Most pedig kezdődhet a szurkolás.